Az Ipsos Kutató Központ 2023 végén végzett egy érdekes felmérést 28 államban, köztük Magyarországon is. Ez a felmérés lesz a kiinduló pontunk a következő beszélgetésben arról, hogy az erőskezű vezetőket miért szeretik annyira több országban, így Magyarországon is. És a beszélgető társam pedig Metz Rudolf, a Corvinus docense lesz, a Társadalomtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa. Jó reggelt kívánok! És ugye az Ipsos arra kérdezett rá alapvetően több szempontból, hogy mennyire érzik azt a megkérdezettek, hogy az országuk hanyatlóban van, mennyire működik vagy nem működik a rendszer, és az átlagnál is pessimistább és rosszabb állapotúnak tartja Magyarországot a magyar megkérdezettek többsége, és olyan kérdésekre keresték a kutatók a választ, mint hogy a gazdaság a gazdagok javát szolgálja, a hagyományos pártokat mennyire érdeklik az emberek, és az erős vezetők megítélése milyen. És ugye az derült ki, hogy az erős kezű vezetőket szeretik az emberek, mindaddig, amíg az országot a gazdagoktól visszaveszik, de amint szabályszegők, onnantól kezdve behúzzák a féket, és ezt már nem szeretik. Ez mennyiben magyar, és mennyiben mondjuk regionális vagy globális jelenség? Bizonyos tekintetben a magyar adatok kimagaslóak. Az Ipsos felmérés lényegében két dologra kérdezett rá az erős vezető kapcsán. Egyrészt, hogy támogatnánk egy olyan vezetőt, aki visszaveszi a gazdag elittől az országot. Ebben a tekintetben a magyar társadalom 71%-a támogatta ezt a kijelentést. Egyedül Nagy-Britannia volt hasonlóan magas százalékponton. A másik kérdés, amit feltettek az embereknek, az, hogy támogatnák azokat a vezetőket, akik szabályt szegnek, de az ország érdekében tennék mindezt. Ebben a tekintetben már nem kimagasló a magyar adat, belesimul a nemzetközi mintában, belesimul a nyugati demokráciákban tapasztaltakkal. Ugye ön ebben a témában egy könyvet is írt, a Megosztó vezetők és követőik, egy kollektív rorschach-teszt címmel, és ebben sok következtetés mellett arra is jut, hogy ilyenkor a vezető és a követői között egy olyan közös identitás épül ki, ami nagyon sok részletre kiterjed, mondjuk akár a szabadidőszokások, az életmód, a családi élet, egy csomó-csomó közös pont van, és ezért sokkal több mindent megbocsátanak az emberek az erőskezű vezetőknek, mint akikkel nincs egy ilyen közös identitás. Azt látjuk, hogy mi építi ezt az identitást, de mi tudja rombolni? Nehéz megmondani. Alapvetően azt kell látni, hogy például a szabályszegő politikusokat azok támogatják, akik éppen hatalmon vannak. Tehát úgy érzik, hogy a nép részeként ők is részesülnek a hatalomból. Ezek az emberek jobbnak érzékelik a demokráciát, illetve a demokrácia állapotát. Ellenzékben viszont sokkal kritikusabbak a demokráciával szemben. Többe demokráciát követelnek, és sokkal kritikusabbak az erőskező vezetőkkel kapcsolatban. Ilyen értelemben például a demokráciára vonatkozó kritikák lepattannak az emberekről, és ez nem egy magyar sajátosság, ez Nyugat-Európában is ugyanúgy jelen van, különösen azokban az országokban, ahol polarizált a társadalom. És lepatt, vagy hogy ítéli meg a követő azt, hogyha ugye neki azt ígéri az erőskező vezető, hogy ha én itt vagyok, akkor visszavesszük a pénzt a gazdagoktól, és neked jobb lesz, és a végén azt látja, hogy nem ez történik. Tehát amikor zsebbevágó kérdésekről van szó, mert a jogállamisági kritikák lepattannak, demokrácia kritikák lepattannak, de amikor a jól léte kerül veszélybe, az is lepattan? Alapvetően igen. Tehát, miért? Mert az emberek nem feltétlenül annyira racionálisak, mint amennyire mi akár a politikatudományban, akár a közéletben elképzeljük. Alapvetően érzelmileg kapcsolódnak ezekhez a vezetőkhöz. Azt érzik, hogy egy csapatban vannak, és a vezető mindent megtesz értük. És ennek a látszatának a fenntartása az igazán fontos. És akkor mi a vörös vonal? Tehát, hogy mi az a pont, amikor mégis valaki azt érzi, hogy elárulta a vezetője? Bizonyos esetekben tapasztaltunk olyanokat, vagy van olyan történelmi példa, ami rombolja a vezetőnek a karakterét, tehát vannak olyan botrányok, amik talán érintetik a vezetőt, de amennyiben különösen polarizált társadalomban élünk, ezek a botrányok nem úgy ejtenek sebet a vezető tekintélyén, mint ahogy azt normál esetben gondolnánk. Na akkor beszéljünk most erről a konkrét kegyelmi ügyről, mert sok szempontból ide passzol ebbe, amiről most eddig elméletben beszéltünk. Egyrésztről, hogy elérte a saját közönséget, ezt ugye fideszes háttérinformációkból, mérésekből tudjuk, hogy ott érezte meg a kormánypárt, hogy baj van, hogy abszolút ismerte ezt a történetet az ő szavazótábora is, és egy olyan témában ütötte meg őket, ami abszolút a szíve, a fókusza a Fidesz politikának, a család kérdés.
ez konkrétan például megütheti az erős vezető, jó vezető képét? Alapvetően Orbán Viktort kevésbé érinti közvetlenül ez az egész botrány. Nehéz megmondani természetesen, hogy ennek a botránynak mi lesz a kimenetele. Nehéz megmondani, hogy mennyire érinti a vezetőnek a követőit. Ugyanakkor érdemes talán abból a szempontból is megnézni ezt az egész esetet, hogy létesülnek-e alternatívák az ellenzéki oldalon. Tehát, hogy abban az esetben lehet sikeres egy ilyen botrány, vagy különösen romboló, amennyiben van valamilyen kognitív alternatíva, ahova az emberek tudnak vonulni, és ilyet egyelőre nem látni. Erős vezetőnek csak erős vezető lehet az érdemi kihívója és sikeres kihívója? De alapvetően szerintem azt kell leszögezni, hogy nem kell félni az erős vezetőktől. Az erős vezetők ugyanúgy részesei a demokráciának. Nyugati államokban tudják, hogy egy ambíció old ki ambíció, tehát hogy erős vezető tud csak erős vezetőt kontrollálni, akár intézményeken keresztül, az intézmények élén. De itt is azt tapasztaltunk, tehát hogy a magyar társadalmat azért az elmúlt 200 évben a meddő, messiásvárás és a személy kultusz építése lényegében mozgatta, és mai napig ezt látjuk, mind az ellenzék, mind a kormányzat. Igen, ugye azért is kérdezem, mert ellenzéki oldalon van egy ilyen folyamatos vita, hogy de hát Orbán Viktort egy másik Orbán Viktorral legyőzni, annak mi értelme van ugyanolyan játékszabályok szerint, ugyanolyan kommunikációval kihívni, akkor nincs alternatíva valójában. Alapvetően azt kell látni, hogy a nemzetközi kutatások azt mutatják, hogy más tekintenek erős vezetőknek a bal és jobboldali szavazók. Egy picit akkor így definiáljuk. Tehát, hogy a jobboldaliak alapvetően egy határozott, erős kezű, kompetens vezetőt tekintenek erős vezetőnek, míg bal oldalon alapvetően olyan tulajdonságok merülnek fel, mint az elkölcsösség, a nyitottság, az empátia. Ezeket lehet közvetíteni értelemszerűen a szavazók felé. Kérdés az, és ezt tesz igazából erőssé. Azért itt kellene lenni egy közös halmaznak, tehát hogy egy jobboldali szempontból határozott erős vezető is tud lenni, nyilván erkölcsös. Természetesen. Ezek kutatási adatok, amire rámutattak. Ami a kulcs az egésznek, hogy hitelesnek kell lenni, és meg kell testesíteni azt a közeget, ahonnan jött. Amennyiben hiteles és önazonos az adott vezető, akkor tud erős vezetőként funkcionálni. Eljutott a magyar politika a két, vagy az árokban arra a mélységre, hogy nem csak bal jobban gondolkodik? Mondjuk itt a Magyar Péter jelenségre. Hát nehéz ezt megmondani. Alapvetően szerintem nem nincs javuló tendencia a politikai megosztottság tekintetében. Sőt, a legfrissebb adatok azt mutatják, hogy a magyar vezetők osztják meg leginkább a saját társadalmukat, az olyan országok előznek meg, mint Törökország, Bulgária, Montenegro. Én nem gondolom, hogy ez javulni fog, hiszen a politikai vezetőknek nem ez az érdeke. Metz Rudolf, köszönjük szépen. Köszönöm szépen.